hogy az Európai Bizottság szóvivője szerint a brüsszeli testület nagyon jelentős változtatásokat ért el a magyar média törvény ügyében. Tegnap az Európai Parlament határozatban ítélte el a jogszabályt. A fideszes Szájer József szerint a parlament ezzel lejáratta magát, hiszen a magyar törvényhozás már megváltoztatta a média törvényt. Itt nekem meg el kell mondanom, hogy a következő összeállításunkban kiskorúakat megzavaró feliratok lehetnek. Erik Rösz, az unió médiaügyi biztosa hétfőn üdvözölte, hogy az országgyűlés az Európai Bizottság javaslatait figyelembe véve módosította a média törvényt. Az unió parlamentje viszont ugyanerről a törvényről csütörtökre már másként vélekedett. Hiába jelezte a szavazás előtt Joseph Sowell néppárti frakcióvezető, hogy Magyarország már módosította a törvényt. A szocialista, a liberális, a zöld párti és a radikális baloldali frakció közös indítványára olyan határozatot fogadtak el, amely azt kéri Magyarországtól, hogy vizsgálja felül a törvényt. A fideszes Szájer József szerint az Európai Parlament lejáratta magát a határozattal. Szerinte ez úgy vonul be a parlament történetébe, mint egy utánlövés, hiszen a Magyarországgyűlés már megváltoztatta a kifogásolt jogszabályt. A média törvény elleni ösztönz vezéralakja a zöld párti frakció társelnöke, Daniel Cohn-Bendit, már az uniós program ismertetésekor is támadta a magyar miniszterelnököt. Európa Chávezének populáris nacionalistának titulálta Orbán Viktor. Cohn-Bendit, a 68-as párizsi diákházalás vezetője, egykor marxista anarchistának vallotta magát. A Vörös Dani becenevet azért kapta, mert javasolta a francia trikolór helyett a vörös zászló használatát. Az EP fene gyerekének titulált politikus rendszeresen szemel ki magának célpontokat. Korábban például egy olasz biztos jelöltnek azért kellett visszalépnie, mert Bendit támadta a melegekre és a nőkedett kijelentései miatt. Az olasz politikus válaszul emlékeztetett Bendit pedofil gyanús ügyeire, amelyeket a zöldek frakció vezetője önéletrajzában sem tagadott. Cohn-Benditől újabb támadásokra számíthat a magyar kormány azzal, hogy szándéka